2003-ban készült el a Duna lakópark szabályozási terve, ami akkor nagy vitát váltott ki. Ennek oka az volt, hogy nem kapcsolódott szervesen az új lakópark a város beépített területeihez. Az elmúlt években azonban szinte teljesen kiépült a terület, napjainkban összeépült a várossal. Mivel Moson-Magyaróváron elfogytak a beépíthető családi házas telkek, ezért 2 éve elindult a Duna lakópark azon fejlesztése, amivel több hasonló területet alakítanának ki. Elindult egy olyan folyamat is, ami nem túl kedvező, az, hogy a belterületi ingatlanokat megosztják magánúttal, és egy lakás helyett mondjuk 2 vagy 4 lakás is megjelenik egy ingatlanon. Tehát mindenképp szükség volt egy nagyobb terület lefejlesztésére, ugye a városnak ilyen területe jelenleg nincs. Ugye alapvetően a Duna lakópark és a Halászút közötti terület volt elsődlegesen kijelölve, de ott a tulajdonosi szándékok miatt ez nem jött össze. Ezért döntöttek a beruházók úgy, hogy a Duna lakópark feletti mintegy 45 hektáros területet fejlesztik. Az önkormányzati szabályozás elkészült, ezt májusban fogadták el. Az újabb lakótelkek kialakítása mellett a fejlesztés másik célja a közlekedési hálózat korszerűsítése, amit a beruházóknak saját költségen kell megvalósítaniuk. Erre azért is szükség van, mivel egybekötő út vezet a Duna lakóparkhoz. A közlekedési hálózat fejlesztésének a lényege, hogy a terület feltáró útjait lehetőség szerint tovább vigyük a Fekete-Erdei út irányába, tehát az egész területnek legyen egy másodlagos kikötése, illetve a terület gyűjtő útjait a beruházók fogják építeni, ami egyébként tartalmaz egy körforgalmi csomópontot is a Halászi út, illetve a Duna lakópark bekötő útjánál, és a város a kész közművesített burkolt közlekedési területeket fogja átvenni. A Moson vármegye információi szerint a területen a beruházók 500-700 négyzetméter közötti családi házas telkeket alakítanának ki főként, ez mintegy 260 új házat jelent, de társas házakban 200 lakás építésére is biztosítanak majd lehetőséget. Mindezek mellett intézményi területet is létrehoznak majd, amiket kereskedelmi és szolgáltatói célokra használnak fel, de a tervek szerint oktatási intézmények is létesülnek majd.